Sziasztok! Szevasz Pistike! Most hozzád szólok. Ti többiek, akik néztek, nektek is szól a műsor, de igazából Pistikéhez beszélek. Még egyszer, szervusz Pistike! Legyen a szívedetek is, cuki-muki! Kis rózsaszín szívó szálladdal. Figyelj ide te! Meleg oldalakon fütyiét morzsolgató idióta kis pöcs. Az a baj veled, hogy te felfogod, hogy mit teszed. Tehát nem lehet azt mondani rád, hogy nem fogod fel. Hát te felfogod, és te egy ilyen gyökér, egy ilyen rossz indulatú, hát egy igazi patkány vagy, aki olyan dolgot művel, hogy benne él egy csapat szellembe, testépítők között, egy sport csapat szellembe, és valami önsértődésből, vagy valami defektből, nem tudom, hogy mi baj lehetett a fejedbe, valami defektből te ezt a csapatot elárulod. De nem az, hogy elárulod, mert fel lehet fedni a tabukat normálisan, segítő szándékkal, tisztességgel elmondani, felhívni a figyelmet dolgokra, de te itt mocskolódtál meg, stb. Tehát kurvára nem a valósat adtad elő. Elnézést kérek a más sportágakban lévő sportolóktól, de példaértékűnek szeretném felhozni őket, hogy hiába vannak ellenfelekkel egy csapatban, egy sportágon belül, hiába megy ott is az irigykedés, az ilyen emberi dolgok, ami teljesen természetes dolgok. Hiába utálja egymás két sportás, akkor is van egy ilyen cinkos becsület. Még például az, hogy a tabu témákról nem beszélnek, tehát nem árulják el egymást. Mi testépítők, mi elárultunk téged? Mi tettünk neked valami rosszat? Mi téged befeketítettünk? Nem. Én nem tudok róla, de te se. Te magad három indulóból harmadikként kvalifikáltad magad a Mr. Olimpiára egy 202-es kategóriába, és annak is az Expo színpadján, tehát nem ott, ahol a nagyok valójában fellépnek, az Expo színpadán álltál, már ez hatalmas teljesítmény, így 77 kilóssal. De ott voltál Mr. Olimpián, tehát tényleg, tehát erre lehet hivatkozni, és ezért már el lehet neked hinni sok mindent a laikusoknak, mert ezt így beállítod, ezt így elmondod. Mármint nem így, ahogy én, hanem csak azt, hogy te a Mr. Olympia színpadán álltál. Te, német Pisti, Pistike, a Mr. Olympia színpadán álltál. Még egyszer, a Mr. Olympia színpadán álltál. És ezért neked sok mindent elhisznek a
azok az emberek, akik nem értenek ehhez a sporthoz. Akik nem látnak a sport mögé, akik csak annyit tudnak, hallanak a testépítésről, hogy hát mik folynak, milyen mennyiségek, meg stb. És ha ezt egy olyan ember mondja, aki a Mr. Olympia színpadán át, akkor szegénykék elhiszik azt, amit te mondasz. Nyilván itt a kommunikációval baj van a mi oldalunkról, hogy valóban nekünk ez tabu téma, tehát mi nem áruljuk el egymást. Mi nem fedjük fel ezeket a dolgokat. És te ezt kihasználva úgy fedett föl, úgy beszélsz róla, hogy az undorító és gusztustalan. Olyan, mint te vagy. Teljesen full adod a jellemedet, a lelkiállapotodat. Te egy ilyen gyökér vagy. Te így elárulsz embereket, sportársaidat, akikkel együtt edzettél, akikkel egy sportszellemet valltál, vagy vallottál. Te így ezt tetted. Más sportokban ilyen nincsen. Más sportokban tiszteletben tartják egymást, még hogyha fenn is van a verseny irítség, az ellentét, akkor is tisztelik egymást, és megvan a sport iránti tisztelet és alázat. Tehát benned ez kurvára nincs meg. Te egy igazi gyökér vagy. Egy igazi, tipikus gyökér. Van sok ilyen ember a nem sportolók között is, de az ember azt várná, hogy a sportolóknak azért van gerincük. Nem olyanok, mint a politikusok. De neked nincs. Te azon akarsz most itt hírnevet szerezni magadnak, hogy elárulod a sporttársaidat. Holott csinálhatnád úgy is, hogy tök normális módon felhívod az emberek figyelmét arra, hogy te most erről beszélni fogsz, te erről oktatni fogod őket, segíteni szeretnél nekik abban, hogy ne legyen problémájuk, ne legyen bajuk, mert hogy az élsportnak vannak ilyen dolgai. És a testépítésben is ez jelen van, és itt a test zsírmentesítése és a vízmentesítése miatt itt többféle szert is kell használni, nem csak a kemény dolgokat, és hogy te erről felvilágosítod őket. De te itt köpködsz, vagdalkozol, és magát a sportot is lehordod. Azt a sportot, aminek te a csúcs versenyén, a Mr. Olympiának a színpadán álltál. Te egy ilyen csávó vagy. Nekem sajnos ez nem jött össze. Sokan tudják, sokan nem tudják. Te is tudod, hogy 96-ban, amikor megnyertem a Mr. Univerzum abszolút kategóriát is, én jogot kaptam arra, hogy a Mr. Olympián a csúcs kategóriában, az Openben indulhassak, amit sajnos a akkori magyar IFBB szövetség nekem elcseszett. Nem neveztek be, elfelejtették leadni a dolgokat, és 3 hónappal a Mr. Olympia előtt tudtam meg azt, hogy én nem versenyezhetek, nem indulhatok, és ezzel elvesztettem a jogot. De most újra itt vagyok és próbálkozok. Fog-e sikerülni? Nem hiszem, hogy fog. De én akkor is próbálkozok. A hitem él, még ha most azt is mondtam, hogy nem hiszem, de az önmagamba vetett hitem él.
hogy legyőzöm magam minden egyes edzésen, és legyőzöm magam azzal, hogy oda megyek a versenyre, és próbálkozok, és felkészülök 100%-kal, és nyerek azzal, hogy én színpadra álltam. Nem megsértődök, hogy utolsó leszek a Mr. Olimpián, mert én oda nem jutottam ki. Nem megsértődök, hogy nem jött össze az amerikai álom, és nem megsértődve utána elkezdem pocskondiázni a testépítés. Nem a testépítés tett arról, hogy te így jártál, hanem te magad. Ahelyett, hogy fölálltál volna, és férfi emberként küzdesz tovább, és ha már ott voltál a Mr. Olympia színpadán, akkor még tovább mész, és megpróbálsz ott helyezést elérni jövőre, vagy azt követő évben. De te inkább behúztad fület, farkad, és feladtad. Mint egy olyan ember, aki a meleg oldalakon árulja a videóit, aki webkamera előtt húzogatja a dolgait. Na, ez vagy te. Tudom, hogy ezt is bevállalod, és ezt is hangoztatod, hogy a testépítők, a profik, hogy szinte mind ebből élt, meg ebből szerzett pénzt. Hát a nagy faszt. Azért ez nem egészen így van. De igen, vannak ilyenek is. De azok utána, mint sportoló, helytálltak. És egyik se köpködi utána azt a sportot. Egyik se szarik oda, ahonnan enni kapott. De te ezt csinálod. Oda szarsz egy nagyon nagy rakást, ahonnan ettél idáig. És azokat az embereket mocskolod be, akik a sportársaid voltak. És azt mondom neked, hogy mi szemünkben nem vagy testépítő, most ezen úgy is röhögsz. Mi meg rajtad röhögünk, mert ez a sztori neked nem fog összejönni, ezt most mondom neked. Mert csúnya összefogás alakul itt ellened, ami resztetted velünk. És az a pár száz ember, aki melletted áll, és akit sikerült az én oldalamra is katonaként átküldeni, hogy mehettek a Jenő oldalára beszélgetni, és ők meg katonaként tették is azt, amit a főnök parancsba adott, azok maradjanak is melletted. Azokra sokáig nem leszel el, mert hasonló jellemek lehetnek, mint te vagy. És az ilyen jellemek előbb-utóbb megeszik egymást. De te innen ki fogsz hullani. Most ezen is röhögsz. De mondom, mi meg rajtad röhögünk, mert ez így lesz. Szóval Pistike, az, amit tettél, az emberként undorító. Ugye áruló vagy. Tudod, mi az? Te, aki a Mr. Olympia színpadán álltál, te egy áruló vagy. Egy köpedék. Embernek nem minősíthető. És nem azért, mert az embereknek megpróbálod felnyitni a szemét, hanem a szemét az te vagy. Hanem azért, mert nagyon rosszul csinálod. Itt a sportársaidat szétgyalázod, és ezzel próbálsz te magadnak itt sikert halmozni. De hát ez ugye az a siker, ami csak pár napig tart. Most ez a mi sztorink is, amit te személyeskedésre vettél.
Ez is tart egy 3 napig, mint minden csoda, az előbb-utóbb el fog felejtődni. Az emberekből, de belőlünk magyar testépítőkből ez nem fog elfelejtődni. Mert te minket megaláztál, bemocskoltál. Olyan dolgokat állítottál, amik nagyon el vannak túlozva, és nagyon túl vannak spirázva, és magát a testépítő sportot is szétgyaláztad. Nem kellett volna. Az a film, amit forgattál, az elvileg rólad szól. Miért vontál bele másokat, ha rólad szól? De jó, példálozhatsz másokkal, vagy beszélsz többes számba, persze. Avval sincs még gond. De azzal, hogy itt túragoztad meg, mocskoltad a sportot, avval gond van. Avval nagy gond van. Mert nagyon sokan szeretjük mi, magyar testépítők, ezt a sportot. És ugye, amint mondtam, a laikusok szemébe most ez úgy lett beállítva, hogy azt gondolják, hogy a magyar testépítők, vagyis hogy a világon a testépítők olyan emberek, mint te vagy. De nem, ezt nekik mondom, hogy nem. Ő a Pistike, ő ilyen. De mi többiek nem ilyenek vagyunk, nekünk megmaradt a gerincünk. És hogyha valóban majd, ez már Pistike, nem neked szó, ha valóban érdekel titeket normális módon a testépítés varázsa, a testépítés mítosza, a testépítés háttere, akkor majd hamarosan lesz erről videófilm, amiben a magyar testépítő élboly fog szerepelni. Mi fogunk erről beszélni, és nem egy ilyen hülye gyerek, aki kicsit már elfelejteni a magyar, és szeretem a rózsaszín szívószállal szívni a kávécskát. Fú, te mekkora gyökér vagy, tényleg. Úgyhogy majdnem azt mondtam neked, hogy tesó, mert fúj. Én itt befejeztem, lezártam. Te még nyugodtan nyomhatod, majd tovább mocskolodjál. Most se akartam ezt, de te vetted ezt személyeskedésnek. Nekem konkrétan nem veled volt bajom, én a nevedet sem említettem a videóba, az előző kis videómban. De te ezt magadra vetted. Nekem az elvel volt bajom, amit te csináltál, magával a cselekedettel. Most az, hogy ezt te csináltad, vagy Béla, vagy Lajos, vagy Móriczka, vagy Pistike, nekem teljesen mindegy. Nekem magával a ténnyel volt bajom, az elferdítéssel és a bemocskolással. Az, hogy ezt most pont te tetted, az most így alakult, mert egy ilyen ember vagy. Te, aki a Mr. Olympia színpadán álltál, mint testépítő. Úgyhogy, Pistike, puszilom a tüdődet. Kívánom neked, hogy fogd föl egyszer azt, amit most műveltél, bár az a baj, te felfogod. Tehát te egy ilyen lelkületű ember vagy. Én nem szeretnék veled rossz indulatú lenni,
úgy beszélek veled, ahogy érdemled, de az emberek tudnak javulni. Lehet, hogy ha te megjavulsz, és tudsz normális, tisztelettudó, és a sport iránt tisztelettudó, és alázatos lenni, és az emberek iránt tisztelettudó, és alázatos lenni, és nem játszani az eszedet, akkor téged is tisztelni tudunk. Most is tisztel téged pár ember, de inkább azt tiszteli, hogy te Mr. Olympia színpadán álltál, és hogy te most itt marha nagyot mocskoltál, és ez nekik tetszik, mert most sok embernek bejött az, hogy na, a testépítők azok ilyenek, én tudtam, én megmondtam. De hát most az a pár száz ember, az higgye is, aki intelligens, az érzékeli, hogy én miről beszélek, és felfogja. Aki nem, az éljen ebben együtt. Ő baja, ő problémája. Igazából ő fogja hordani a terhet, én nem fogom. Én most úgy érzem, hogy kiálltam ezért a sportért, és volt még egy testépítő, aki mellém állt a kommentekbe, és kiállta ezért a sportért, és külön köszönöm neki. A többi testépítő is itt van, és kiáll ezért a sportért, de ők nyilván nem mentek bele ebbe a sztoriba. Abszolút megértem, hogy miért, de ami késik, nem múlik. Tehát, Pistike, te mész a levesbe. Maradjál ott Amerikában, te nem vagy magyar. Te megbuktál, mint sportoló, mint ember, és mint magyar ember. Te, aki a Mr. Olympia színpadán álltál. Csókolom.